Először ülésezett az Euróra való áttérést előkészítő országos bizottság, amelyen Viorika Döncsil a miniszterelnök és a Részkú jegybankelnök is részt vett. A bizottságot a kormány hozta létre a közös európai valuta legkésőbb 2022-ig történő bevezetése céljából. Ennek két fő feladata, hogy a közös európai fizetőeszköz bevezetésére ütemtervet állítson össze, illetve a gazdasági szférát és a társadalmat felkészítse az euróra való átállásra. A bizottságban az államelnöki hivatal, a kormánya, a helyi hatóságok, az akadémiai szféra, a civil szervezetek, a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek képviselői egyaránt helyet kapnak.